A mai nappal kezdetét vette az érettségi vizsgaidőszak. Hagyományosan az első héten a főtantárgyakból kérik számon a diákokat. Ma a középszintű magyar feladatokat töltötték ki a tanulók városunkban is. Ilyenkor 7:30-kor jöhetnek be a diákok, akkor megtudják, hogy melyik teremben írják, megkapják az információkat arról, hogy mire kell figyelni az érettségén, mik a különös szabályok, milyen esetben mi történik, stb. Hogy kell eljárniuk, és 8 óra előtt kapják meg azokat a feladatlapokat, amiért nekünk itt Óváron a járási hivatalba kellett bemenni. Az érettségizők közül sokan nehéznek találták a teszt első részét, de aki felkészült, annak nem jelenthetett gondot. A szövegalkotás része jobban ment igazából, mint a szövegértés. Mind a kettő része nehéz volt, azért nem egyszerű volt, de a saját tudásunkhoz mérve meg, én a saját tudásomhoz mérve megoldottam. Nem volt olyan nehéz, mint amire számítottam. Az a kis hátulütője van a dolognak, hogy kevés időt éreztem a szövegértés részén, nagyon sok volt a feladat. A magyar érettségi első része a szövegértés volt. A vizsga második felében szövegalkotási feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak. A szövegértési feladatlapra 60 perc, és amikor azt beadták, akkor kapják meg a következő részt. Az egy szövegalkotási feladatot, 180 percük van, és három feladattípus közül választhatnak, vagy az érvelést választják, vagy műelemzést, ami egy novella elemzését jelenti, vagy összehasonlító műelemzést, ami kettő versnek az összehasonlítása. A javítókulcsokat az oktatási hivatal honlapján tekinthetik meg a diákok. Holnap a matematika érettségivel folytatódik a vizsgaidőszak.